Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma esti vendégem Úrfi Tamás, a Horgász Egyesületek Fehér megyei szövetségének ügyvezetője. Szervusz Tamás. Szervuszos, köszöntöm a tévénézőket. Mindig rendelt ideje van a horgászatnak, hogy erről beszéljünk, hiszen akármilyen idő van, azért működik a dolog. Nos, az idén, az imént arról beszélgettünk, hogy 400-as jubileumát ünnepli a szövetség rövidesen. Azt hiszem, hogy az alkalom arra egy kicsit áttekintsük, hogy ebben az új felállásban a HOFESZ miként dolgozik és hogyan teszi a dolgát, hiszen ne feledjük, hogy jóval több mint 20 000 horgász van úgy nagyjából, és rengeteg több mint 50 tagszervezettel rendelkezik az Egyesület. Kezdjük talán azzal, hogy melyek azok a tavak, hiszen ezt kevesen tudják, amelyek a HOFESZ kezelésébe tartoznak, illetve melyek azok a természetes vizek? Jelenleg szövetségünk több mint 4000 hektár vízfelületen gazdálkodik. Ennek a legnagyobb jelentőség területe az a Fejér megyei Duna szakasz. Ezt társhasznosításba kezeljük. A nagy víztározóink az Fehérvár, Surgó, Pátka, Sárszentmihály, illetve azt kell mondjam, hogy talán az országban egyedülállóként Fejér megye olyan kiváltságos helyzetbe tud üzemelni, hogy vannak patakjaink, illetve egy nádor csatornánk, tehát mindenféle horgászati módszernek van lehetősége itt a megyében. Tehát a Gajapatakot azért említsük meg külön, mert az... Így igaz, Gajapatak, nádor csatorna, malomcsatorna. Nos, a vízkezelés, ugye ez egy bűvös szó, terminus technicus, ezt az emberek többsége kevéssé tudja, a torgászok talán, lassan azért megszokják, de azt hiszem ez az egyik legfontosabb teendője az Egyesületnek. Így igaz, a nagy állami vízterületeken, tehát mint Fehérvár, Csurgó, Pátka, ugye ezt külön kell választani, hogy mint vagyonkezelő a vízügy gazdálkodik magával a vízzel, illetve a hallgazdálkodási joggal rendelkezünk mi. Erre speciális hallgazdálkodási ütemterveket kell készíteni, 5 éves ciklusokba gazdálkodunk, és azt kell mondjam, hogy áll a jó Istennek 2013 óta, amióta új hallgazdálkodási törvény van, a szakma is nagyon belefolyt a horgászok életébe, tehát tudatos haltelepítések vannak, nagyon előtérbe került a biodiverzitás, a különböző halfajoknak a telepítése, korosztályos telepítés is, tehát most már nem csak úgynevezett háromnyaras horogéret pontyot telepítünk, hanem nagy hangsúlyban vannak az ivadékok, a korosztályos pontyok, tehát egy és két nyaras halak is. Ezzel próbáljuk színesíteni a horgászoknak az élmény lehetőségét. És nyilván egyensúlyt kell teremteni a természetes vizekben. Hát korán sem mindegy, hogy a halfajták, milyen halfajták kerülnek a természetes vizekbe. Egy kicsit beszéljünk a Dunáról, hiszen a Duna egy speciális helyzet. A Fejér megyei szakasz a kezelésetekben van, de társban. Így igaz. A Dunán jelen pillanatban egész magyarországi szakaszán a horgászati célú halkezelés vált előtt. Térbe, vagy került előtérbe. Ez azt jelenti, hogy a természetes vízi halászat mint olyan megszűnt 2013 óta. Azt kell mondani, hogy a horgászok nagy örömére látszódik folyamatosan, hogy nőnek a fogási eredmények. Ha úgy gondolom, hogy a halőrzés az egyik talán legfontosabb kulcskérdés itt ebbe a gazdálkodásba. Több eszközzel, állami támogatásba is kaptunk terepjárókat, halőri eszközöket, hőkamerákat, motorcsónakot vásároltunk a kollégáknak, és folyamatos jelenlét van a Dunán. Ezt mutatják a fogási naplók eredménye is. Igen, a halőrzésről majd később szó esik, azért egy kicsit azt erősítsük meg, hogy ez egy non-profit szolgáltató társadalmi szervezet. Így igaz. Ennek tükrében mit vártok el a tagjaitoktól? Hiszen egyre több tag van. Azért hála Istennek a horgászat népszerűsége nem csökken, sőt nő, hiszen a természetes közegben és ráadásul egy profi kezelésben lévő horgásztónál tölteni az időt, az azt hiszem, hogy nagyon jó dolog. Jól látod, a horgászok létszáma 2013-ban 320 000 regisztrált horgász volt Magyarországon.
az idei évben valószínűleg 450 ezret is el fogja érni ez a szám. Ez nem azt jelenti, hogy ennyivel több horgász lett így az elmúlt években, noha népszerű a sport és egyre többen horgásznak, hanem a regisztrált hivatalos formába terelt horgászok száma került most úgymond előtérbe. Tehát nálunk is a megyébe a szövetség, mert 2013-ban, amikor átvettük az új vezetés a szövetség irányítását, akkor egy kicsivel több mint 10 000 fő volt. Jelen pillanatban közel 20 000 fő van a Horgász Egyesületek Fejér megyei szövetségében regisztrált. Azzal, hogy egyre többen lesznek, az segített például, hogy a halászat kordában tartja a kormányzat, a szaktárca? Én úgy gondolom, igen, mert a horgászati célú haltermelés az viszont megnövekedett, pont amiatt is, hogy ez a létszám így folyamatosan emelkedik, és a horgászok szerintem jó néven vették ezt, hogy ezeket a természetes vizeken az ő pénzükből vásárolt területi engedélyből való telepítéseket ők tudják úgymond élvezni ennek a gyümölcsét. Nemrégében pont erről beszélgettem egyébként Lévai Ferivel, Halország fejedelme mondta, hogy ő ugye a halas tavakat Réti Majorban rendezi az Aranypontnál, de ők is emellett voltak, hogy a természetes vizeken ne legyen halászat, mert ez így van rendjén. Aztán mások meg mást mondanak, de én azt gondolom, hogy én azokkal értek egyet, akik nem engedik szabadjára a nagy lehalászásokat, hiszen az szörnyű. No, halasítás és telepítésről esett szó. Hogyan választ, ez szakmai kérdés, hogy milyen halat telepítetek? Erről már néhány szót ejtettél, de azért erősítsük meg, tehát akkor nem csak ponty van, hanem gyakorlatilag mindenfajta halat kell, hogy telepítsetek a vizekbe ahhoz, hogy a horgász elégedett legyen. Így igaz, megpróbáljuk az adott víznek az arculatához igazítani a telepítéseket, ez természetesen a kormányhivatal részéről a halászati főfelügyelő is vizsgálja ezeket a telepítési terveket, illetve mi, mint horgászszövetség bemondtuk a munkánkba a Gödöllői Szent István Egyetemnek a hallgazdálkodási tanszékét is, és szeretnénk közös munkába több éves vizsgálatokat folytatni, hogy egy-egy halfaj, például a Gajapatakba szeretnénk most domolykót telepíteni, illetve a Malomcsatornába, ahol őshonos fajként működött és tud élni, vizsgálni, hogy adott esetben hogy tud szaporodni, milyen a megmaradási aránya, illetve hogy milyen szintű horgászati élményt fog biztosítani a horgászoknak. Tehát, hogy meg tud egyáltalán maradni, van-e létjogosultsága a patakba a telepítésnek, ha nem, akkor viszont más fajba gondolkozunk. Igen, hát ez egy szakmai kérdés, méghozzá komoly szakmai kérdés. Amikor a tavakat vizsgáljuk, tehát Pátkafehérvár csúrgó környezete is rendkívül fontos. A palotavárosi tavakról, hiszen itt eljárunk, arra felé látjuk, hogy tökéletesen kiépített. Mit lehet tenni a környezet javításáért, hogy azért, ha nem is luxus, de azért bensőséges hangulat fogadja a horgászokat? Próbálunk folyamatos infrastruktúrális fejlesztéseket véghez vinni. A nagy természetes vizeken, például csurgó vagy pátka esetében, ugye, aminek az elsődleges funkciója a víztározás, vagy például a Velencei tónak a puffer tározója, a pátkai tározó, itt egy kicsit nehezebbek ezek a fejlesztések, de ugyanakkor próbáljuk kialakítani azt, hogy a horgászok kényelmesebben tudjanak szórakozni, eltölteni családokkal is a vízparton az időt. Palotaváros az egy úgymond talán könnyebb helyzetben vagyunk, mert mind az önkormányzat, mind a városnak is elsődleges célja, hogy az itt lakók jól érezzék magukat, és mindenféle infrastruktúrális fejlesztésbe partnereink voltak, eddig is, és reméljük a jövőben is. Bízunk benne, hogy ezeken a nagy tározókon, állami vizeken is meg tudjuk oldani ezeket a fejlesztéseket. Velencei tó. Ez mindig örök kérdés. A Velencei tót mi úgy szemléljük, és azt gondoljuk, nagyon sok horgászbarátom van, akik vagy az északi, vagy a déli oldalba szerelmesek, és állandó helyeik vannak, de ugye azt kevesen tudják, hogy a MOHOSZ kezelésében van a Velencei tó. Ilyen értelemben tehát a Fejér megyei szövetségnek, tehát kívülállóként kell, hogy tekintsünk. Ez baj, gondolom én.
Hát jelenleg ilyen én is úgy látom, hogy valamilyen szinten okoz problémát, hiszen a horgászok azt hiszik, hogy a mi szövetségünk kezelésében van. Konkrétan akkor titeket szídnak már, bocsánat, ugye, ha valami nem szídnak, oké. Bennünket keresnek meg sokszor az ottani problémákkal. Ugye az idei évben várható a Velencei tó partfal rekonstrukciós munkálatainak az elkezdése. Ez horgászati oldalról most elég sok visszhanggal jár, nem tudja még senki se, hogy milyen szintű munkálatok, illetve hogy milyen időben, hogy lesznek elvégezve ezek a feladatok. Azt tudjuk, hogy az evezős pálya át lesz alakítva, a sukorói oldalon lesz egy úgynevezett parti olyan rekonstrukció, ahol az ívóhalakat tudják majd adott vizálásnál vizsgálni, illetve tudnak majd a halak szaporodni, illetve a dinnyési oldalon lesznek ilyen, ezek az úgynevezett halkazetták, itt is tanúsvénnyel egybekötött úgynevezett ívópályákat fognak kialakítani, és ami nagyon fontos, azok a kikötőknek a felújítása. Igen, Csonki Istvánnal beszéltem erről, mondta, hogy a szövetséget, tehát a horgászokat konkrétan bevonták, hiszen a szakmai segítséget várnak tőlük, hiszen a halgazdálkodáshoz értenek ők, illetve a partfalépítéshez nem különben, egy kicsit más szemszögből is meg kell vizsgálni, hiszen ez a legnagyobb beruházás az elmúlt 100 évben a Velencei tó partján. És ugye a Velencei tó több nemzetközi világversenynek is otthont adott, meg még fog is, reméljük a jövőben, nem csak evezős, hanem horgászati rendezvények is lesznek, úgyhogy biztos, hogy ezek a munkák is segíteni fogják majd ezeket a rendezvényeket. Beszéljünk a horgászjegyekről. Igen. Ugye ha azt mondom, hogy nagy port nem vert fel, de kevesen figyeltek fel rá, hogy a horgászjegy kötelező immáron. Ugye? Tehát mindenhol kell horgászjegyet váltani. Így igaz, és a mostani új szabályozás szerint az úgynevezett halastóként funkcionáló magánvízterületeken is most már kötelezővé vált az állami horgászjegy kiváltása. Ugye ez eddig a gazdálkodónak adott valamilyen szinten egy kis kaput, hogy mint halastóként funkcionáló vízterületet adott esetben horgászbottal is le lehetett halászni. Viszont az idei évtől kötelezővé vált ezeken a vízterületeken is az állami jegy. Az állami horgászjegyről azt tudni kell, hogy ugye egységesen 2200 forintba kerül egy felnőtt horgásznak, és a minimális horgászjegy kiváltási díja az 6200 forint. Ami nagyon nagy öröm a számunkra és a horgászok számára, hogy ebből az állami jegyből, 2000 forintból konkrétan csak halőri eszközbeszerzések, illetve horgászati pályázatokra fordít. Tehát visszaforgatják természetesen. Egyébként a Börgönpusztai barátom, az új halastó tulajdonos először meglepődött, és az ő emberei, akik oda járnak, hiszen megújult az a horgásztó, és nagyon sokan jártak oda. Aztán megszokták. Hát ez így van már csak. No, beszéljünk az utánpótlásról, illetve a horgászturizmusról. Először a túli horgászturizmusról. Én azt gondolom, hogy Fejér megyében bár annyira még nem elterjedt, de ha az országos szintjét nézzük, akkor a horgászturizmus az egyik alapja egy jó gazdálkodónak. Hiszen minél többen váltanak horgászjegyet, vagy egy-két-három napra is, akár, tehát szezonálisan, az mindenképpen az egyesületet dicséri, az egyesület munkáját. A horgászturizmus alapja talán leginkább a hal, tehát hogyha egy vízbe jó mennyiségű hal található, legyen az ragadozó vagy békés hal, noha Magyarország ugye egy kicsit pontcentrikus, tehát a telepítések több mint 80% az a jófajta magyar pontból áll. Tehát hogyha sok hal van egy vízbe, akkor ott már egyszerűbb a helyzet, tehát ott oda jönnek a horgászok szívesen. Ezt kell mindenféleképpen úgy gondoljuk, hogy megfelelő infrastruktúrával megtámogatni, és akkor ez nagyon sikeres lehet. Pont a mai nap tárgyaltam ezzel kapcsolatban, a szövetségünk Kulcson egy ingatlant vásárolt, amiből remélhetőleg júniusra át tudunk adni egy két apartmanos horgásztanyát, és szeretnénk Kulcson elindítani a Dunán is ezt a fajta horgászturizmust, így igaz, tehát szállás lehetőséggel, sólyapályával, motorcsónakok bérlési lehetőséggel fogjuk várni a horgászokat,
nem csak a Fejér megyei horgászokat, hanem az ország bármelyik részéről. Ez egy pazar környezet. Így igaz, csodaszép. Mi is, mikor először megláttuk, akkor a Duna amúgy is egy külön kedvenc, de egyből szerelmesek lettünk belőle, és reméljük, hogy a Tisza mintájára fel lehet építeni a Dunán is egy hasonló jó működő horgász. A horgászat szeretete szállhat apáról fiúra, de azért van olyan utánpótlás nevelési koncepció, gondolom én, ami egyre több fiatallal megszeretheti, hiszen nem csak a halról van szó, hanem a környezetről van szó, a természet szeretetéről van szó, a víz szeretetéről, a tisztességről, hát a horgászat mindenről szól. Hogy állunk utánpótlás nevelés ügyben? Azt kell, hogy mondjam, hogy jól. Tehát a gyerek horgászok száma az több mint 2000 fő a megyébe. Ami egy kicsit problémás, de ez országos tendencia, az ifjúsági kategória. Ezt kétféle aspektusból kell vizsgálni. Az egyik az, hogy sokszor az ifik már van rá lehetőség és felnőtt jegyet váltanak, tehát nem ifi kategóriában jelennek meg. Illetve, hogy egy kicsit azért a horgászat az ugye egy ilyen férfi sport, és ebbe az időbe a fiatalok elkezdik a másik oldalt kergetni, de az is tendencia, hogy aki gyerekkorban megszerette a horgászatot, az általában, amikor ugye kialakul a családi egzisztencia, vagy később munkahely kapcsán, visszatérnek egyre többen horgászni. És ezért mi nagyon sokat teszünk, én úgy gondolom, gyerektáboraink a palotavárosi tónál több mint 200-300 fővel működnek a napközis táborok, és próbálunk arra nagy hangsúlyt fektetni, hogy ne csak a horgászat, tehát nem akarjuk úgymond a gyerekekbe minden áron belesújkolni a horgászatot, vannak különböző szabadidős programok minden nap, kirándulások, hogy így próbáljuk megszerettetni olyan kollégák segítségével a horgászatot, akik egész életükbe itt töltötték a vízparton az idejüket, és azt mondom, hogy évről évre egyre nagyobb létszámba jönnek a gyerekek. Igen, az tény, hogy ez egy nagyszerű szabadidős tevékenység, de nem csak szabadidős tevékenység, hanem beszéljünk a versenyekről, hiszen amikor megmérettetik egy-egy horgász, akkor képviseli azt a közeget, ahonnét jött egyik oldalról, meg tudja mutatni, hogy mit tanult, mire képes, és mi mindent lehet elérni, ha valaki szereti a természetet, szereti a horgászatot. Beszéljünk, akkor jöhetnek a versenyek. Hát jönnek is sorba, valaki ennek örül, valaki kevésbé. Az idei évben Fejérvár ad otthont a mozgássérült bajnokságnak, országos bajnokságnak. Itt szeretném megemlíteni, hogy az év horgás sportolója Guris Atti Gyula barátunk lett, aki most már kétszeres egyéni világbajnok mozgássérült kategóriába. Ő is részt vesz szintén ezen a bajnokságon, illetve Palotaváros ad otthont a Metód országos bajnokságnak. Ez egy horgászati módszer féderes kategória, és úgy néz ki, hogy olyan népszerű a sportág vagy a szakák, hogy három elődöntője is lesz. Ezt próbálunk, addigra elkészítjük az újabb stégeket, tehát hogy minél kultúráltabb és minél jobb feltételt biztosítsunk a versenyzők számára. Illetve közeljövőben terve van, hogy szeretne Fejér megye egy újabb világbajnokságot rendezni. Tehát ez a jövőkép. Az utánpótlásról beszéltünk, a versenyekről nem különben. Idén is lesz halünnep, és azért még említsük meg azt is, hogy a negyedszázados jubileumra egy könyv készül. Így igaz, Szabó Imre és elődöm Purger István készít egy csodálatos könyvet, ami az egész megyének a történelmét, mind a horgászati, mind a halászati történelmét átfogja. Ez egyedülálló jelen pillanatban Magyarországon. Nem készült még ilyen jellegű mű. Hát a könyv az elkészült, előbb-utóbb elkezdődnek a promotálása is a műnek, és a szövetségnek a 25. évfordulójára, jubileumára fogják úgymond a nagy közönség elé. Halünnep? Mikor lesz a halünnep? Április 8-án. Bocsánat, április 7-én igen, lesz. Igen, mert 8-án választunk. Versenyek miatt volt, akkor meg egy horgászversenyünk lesz. Április 7-én lesz a halünnep szombaton. Jó, hát akkor, tehát megvan a jövőkép. Én azt hiszem, hogy jó úton jár a HOFESZ.
és ennek örülök mindenféle értelemben, hiszen a természet szépsége kárpotolja még azt is, aki esetleg kevesebb hal kerül a szágba, és akkor azt mondjuk, hogy se baj. Tamás, köszönöm szépen. Görbüljön a bot, ezt tudom kívánni. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, önöknek is ezt kívánom, és természetesen, ahogy Tamással beszéltünk róla, a megjelent kötetről, ami egyedülálló a Magyar Horgász Szövetségek történetében, természetesen beszámolunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is, minden jót kívánok, viszontlátásra.